Újabb akadályba ütközött Észak-Macedónia uniós csatlakozása. Észak-Macedónia miniszterelnöke dühösen reagált a híre. Krisztián Mickovszki kormányfő azzal vádolta Brüsszelt, hogy diktálni akarja, mit tegyen Szkopje, valamint kijelentette, hogy nem fogadja el a tagsági tárgyalások további késedelmét. A felkorbácsolt indulatok előzménye, hogy az EU brüsszeli nagyköveteinek döntése értelmében Albánia uniós csatlakozási folyamatát Észak-Macedóniától függetlenül folytatják. Az EU 2022-ben kezdte meg a tagsági tárgyalásokat a két balkáni országgal, de Észak-Macedónia pályázata késett a Bulgáriával a balkáni történelem, nyelv és kultúra miatt kialakult vita miatt. Szofia az uniós csatlakozás támogatásáért cserébe a bolgár kisebbség alkotmányos jogainak elismerését követelte Észak-Macedóniától, amit az előző szkopjai kormány meg is tett. Európai stratégiai partnereinktől megértést az Európai Uniós tagságról szóló tárgyalási folyamat tisztességes és igazságos folytatását várjuk, elutasítva a kettős mércét és tiszteletben tartva saját elveinket és az alapvető alkotmányba foglalt értékeinket, fogalmazott Észak-Macedónia elnöke az ENSZ közgyűlésen tartott beszédében. Bulgária előtt évekig Görögország blokkolta Észak-Macedónia uniós csatlakozását, 2019-ben Szkopje Macedóniáról Észak-Macedóniára változtatta az ország nevét, hogy rendezze a vitát déli szomszédjával.